Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hétvégi szerelmes jóslás péntek, szombat, vasárnap. Itt ezek a kártyák mutatják azt, mi várható a pénteki napon. Itt felül látható ez az arany érem. Az utal az anyagiakra, a hivatásra, viszont mutatja az értékeket is, a belső értékeket. Itt kell, hogy ti vegyétek kezetekbe a dolgokat. A második kép azt jelenti, hogy valaki figyel benneteket innen föntről az ablakból. Ti ezt nem látjátok, de érzitek, mert itt vannak korlátozások. A harmadik kártya szintén az anyagiakra és az értékekre utal. A kép az nem a hivatalos dolgokra, nem a munkára, hanem a szerelmi élet területére, de van valami vagy valaki a háttérben, és alszik. Ez így most nyugszik. Ez lehet egy harmadik személy, viszont a kártyáknak van szimbolikus jelentése, ez jelentheti a félelmeket is, de a gondolatokat is. Ha ti úgy gondoljátok, például, hogy ez a párkapcsolat számotokra ugyan értékes, de ti ezt nem érdemlitek meg. Vagy úgy érzitek, hogy ez a férfi valaki máshoz kötődik, és ti értéktelennek érzitek magatokat. Akkor ezeken a gondolatokon, ezeken az érzéseken át kell, hogy tegyétek magatokat, azt szépen el kell altatni, hogy ne legyenek később ezek a korlátozások. A szombati napot itt ezek a kártyák mutatják. Ez a híd itt utal egy átmeneti időszakra. Az nem olyan, mint volt, de még nem érkeztetek oda, amit el szeretnétek érni. Itt ez a kehely az érzelmeket jelenti. A második kép, ennek az a jelentősége, hogy itt van egy bizonytalanság. Nem lehet tudni, hogy hogyan tovább mi várható. Itt komoly döntéseket kell hozni, és ez a kép azt is jelenti, hogy tudni szeretnétek az igazságot. Itt kell valamit tisztázni, mert ha nem így van, akkor marad ez a bizonytalanság. A vasárnapi képet itt ezek a kártyák mutatják. Itt a kelyhek az érzelmekre vonatkoznak, de a hármas szám hasonlóan, mint itt, ezen a képen is azt jelenti, hogy egy harmadik személy van a környezetben, vagy a gondolatok, a félelmek az, ami benneteket korlátoz. Ezen át kell tenni magatokat, vagy a múltat le kell, hogy zárni. Az is lehet, hogy fontos itt ez a döntés, hogy ő, ez a férfi zárja le a múltját, vagy a párkapcsolatot. Itt ezen a képen van egy tükörkép, de ez nagyon csúnya. Az hamisságokra utal a környezetetekben. És látni kell ezeket a dolgokat, és belenézni ebbe a tükörbe. Gyakran ez a kártya azt jelenti, hogy ti bizonytalanok vagytok, elégedetlenek magatokkal, belenéztek a tükörbe, és ilyen gondolatok vannak, ó, most olyan kövér vagyok, vagy ajt van egy pattanás, nem tudom magam sminkelni, ez a ruha nem áll jól, és
el kell búcsúzni ezektől a hamis gondolatoktól. Ha így lesz, akkor megtaláljátok a belső nyugalmatokat, a belső egyensúlyt, és itt van egy forrás, ez a nőiesség, ez a kisugárzás, és biztosak lehettek abban, hogy ez a kapcsolat, mert itt érzelmek vannak, javulni fog. És ez volt a hétvégi jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!